Biztosan sokan ismerik Önök közül a Munkácsy díjas festőművészünket, Balogh Lászlót. Nemrégen kapott életműdíjat, és hogy mi ihlette meg az elmúlt esztendőkben, azt most megtudhatják. Lehet művészet nélkül élni, de nem érdemes. Életműve töretlen, egyetlen hang sem zavarta meg, ezért tudott maradéktalanul kiteljesedni. Ezt mondta Barcsay Jenő Kossuth díjas festő egykori tanítványáról, Balogh Lászlóról, aki október 20-án kapott életműdíjat eddigi munkásságáért. A szentendrei festők doenje 1930. január 12-én született városunkban. A képzőművészeti főiskola elvégzése után Barcsay Jenő ajánlására került a Nyolcréti István tanítvány által alapított művésztelepre. Több külföldi tanulmányút is gazdagította a művészetét, de legmeghatározóbbnak az itt eltöltött 8 évet tartja. Elsősorban barcsai festői elemekből építkező konstruktivizmusa imponált neki, de sokat tanult Kmetti Jánostól, Kornis Dezsőtől, Ilosvai Varga Istvántól, Deli Antaltól, Gölner Miklóstól és még további művészektől. Ő tervezte a rendszerváltás idején Szentendre város címerét, de még több Pest megyei település jelképe is az ő nevéhez fűződik. A Munkácsy díjas festővel, grafikussal otthonában beszélgettünk. Érdekes módon életem első 19 évét tekintve, hogy itt születtem a városközpontba, ott jártam óvodába, iskolába, és arra az időre esett, az apám igazgató tanító volt, a két világháború közti Szentendrének egyik megbecsült embere, és hogy nem, hát én, mint a jó kisfiú, ott a templom tövében laktunk, a mai Czóbel Múzeumban, az volt a szolgálati lakás, és erre az időre esett, hogy a 38-as eukarisztikus kongresszusra az itt már 10, nem tudom, éve letelepedett szentendrei festő közül 4-en elvállalták a szentély kifestését. Na most én, mint buzgó kis minisztráns, hát állandóan beosontam és lestem, figyeltem a dolgokat. Kiderült, hogy az egyik később a gimnáziumban Bánát és Verák József rajztanárom lett, és előtte ők, de mások is, ezen a bizonyos Collegium Hungaricumban, Olaszországban jártak 2 éves ösztöndíjjal. Mindenki arról azt mesélte, hogy az a földi mennyország volt abban a szegény két világháború közti időben. Gyerekkoromban rengeteg ilyen élmény ért, hogy az apámra való tekintettel, például mikor gimnáziumban, hát csibészkedtem, és ugye akkor divat volt ez az intő, és alá kellett iratni. Megtanultam az apámnak a aláírását. Tovább is nem javultam. Vagy a anyámmal, de hát ő neki bolond jó szíve van, azt nem fogadja el a tanár. És egyszer eljön az műtyőkének elnevezte, meg is Szentendre úgy hívta, ez egy ilyen régi latin-görög szakos tanár, de van, ha most húzták volna ki a skatulából, és kifigyelte, hogy az apám ugye este jön haza a szomszéd iskolából, megvacsorázik, és beállított hozzánk. Ez ott a mai Czóbel Múzeumban volt, a sarok, ahányszor ott vagyunk, mindig eszembe jut. És elkezdi, hát a papám akkor a napi fáradtság után már jó volt, ez egy ilyen kis manuszót, ilyen kis bajuszával, azt mondja, te Józsikám, mondja a papámnak, ez a te Pernahajder fiad, ez a Laci, ezt meg ezt csinálja. Papám, ha, ilyen mély basszus hangja volt. Addig szivatta, ahogy ma mondják, fölállt, mit csináltál, és tudom, az alsó ajkát harapja, az már légiveszély. Épp akkor húzták az Angeluszt este 8-kor, gyönyörű, meleg őszi szeptemberben, ablak nyitva. És hát a papám jön utána, én meg a széket elirántottam, és mikor valakit sipcsontan él a székre, kirohantam az anyót,
harangozó nem vette észre. Hát én otthon voltam a templomba, meg sokat harangoztam is kiskoromban. Na, mellette felosodtam, rácsukta az ajtót. Ő nem tudta, hogy én fölmentem. És egész éjszaka ott voltam a baglyokkal. 10 óra felé egy gyertyával hálóinkbe jön ki az anyám, mert az Laci, nem mertem szólni, mert elkalapált. Tudtam, hogy reggel 8-kor megy apám, azon a lőrésen ott fönn, kint toronyból kinéztem, bedobáltam a reggelit, hónom alatt a táskát, a gimnázium akkor még len volt a mai Rákóczi utcába, beültem a padra, este kerültem a papámat, mintha mi sem történt volna. Na, akkor jött ez a bizonyos gimnázium után, hogy pályaválasztás. Már mindenki tudta, mi akar lenni, kivéve én nem. És érdekes módon a matematikai fizika tanár, akinek egyébként az egyik fia festő lett, Párizsba él, az észrevette bennem a tehetséget. Egy mikulási dekoráció kapcsán. Mit tesz Isten? Szólt a rajztanárnak, és akkor még apám itthon volt, nem helyezték el, és lenn a rajzteremben nyáron foglalkozott a Sverák külön velem, a patikából elkértük a görög bölcseket, ilyen gipszoblot, azon kezdtem, mert mindig a, utána jött a élő modell, a szomszéd fiát, meg mit tudom még itt. Tekintve, hogy az apám egy ilyen egyházi iskola igazgatója volt, hát mint a kortársaim közül legtöbbnek ezért-azért nem vettek föl gyárba, mentem segédmunkásnak, ott megszerettek 2 év múlva újra a gyár ajánlásával, és mit tesz Isten, elvégeztem. Na most rám hatással voltak ezek a szentendrei festők már gyerekkoromban, mert láttuk az utcát, az úgy hozzátartozott Szentendre utca képéhez, és ez a város akkor még ilyen családias jelleg volt, hogy mennyire így van, még ma is előfordul. A minap a Főtéri Galériában, ahol most készülök a 90. születésnap kapcsán kiállításra, 3-an beszélgetünk ott a menedzserrel, és meglátott valaki az ablakon keresztül, úgy látszik az interneten, vagy nem tudom, hol olvasta, hogy én ezt az életműdíjat kaptam, és bejött, és köszöntött. Na, ez volt a kisváros. Ebben van egy olyan dolog is, hogy az én kutyám Kölke, de ettől függetlenül sok kitűnő művész megbecsülését élveztem, és azt kell mondjam, hogy jobb később, mint soha, mert ezt akárki nem kapta meg, ez az egyik. A másik pedig, hogy aminek én köszönhetem, hogy a sorsom így volt, hogy a főiskolán a mesterem, Balcsai Jenő, az egyik mester, mert a több mester volt, ő neki ugyan osztálya nem volt, de a szemléleti látszattan és az anatómia kapcsán az alatt, a negyed század alatt, amíg ő ott 45-től egészen 70 éves koráig, amíg tanított, mindenki őt vallja mesterének. Még azok is, akik 56-ban itt elmentek külföldre, akkor úgy mondták, disszidáltak, azok is imába foglalták a nevét. Szóval egy iskola teremtő mester. Na most, mikor én végeztem, itt az egyik újonnan telepedett, ma háború után 2-3 csere volt itt a régi, mert ez egy nyári művésztelep volt ez a Szentendre, és ő beajánlott. Először nem tudták, hát egy-kettő tanárt, Mettit, ezt azt ismertem a főiskoláról, de hát a Balcsainak nem mertek ellenmondani, és a lényeg az, hogy befogadtak,
egyenrangúként kezeltek, és esküszöm, hogy az alatt a 8 év alatt, amit én ott köztük voltam, többet tanultam, ma azt mondanák posztgraduális képzés. Na most én tőlük nem csak mesterséget, hanem művészi magatart, emberi tartást és a művészet iránti feltétlen odaadást. Tudni kell, hogy ezek az alapító tagok a két világháború közt ma már elmondhatatlan szegénységben éltek itt, de boldogok voltak is. Hogy mondjam, a hivatásukat csinálták, és ez imponált, és ez kisugárzott. Sokan ide telepedtek, Szentendrére nyári albérleteket vettek ki, mert ugye hát ez a 12 hely, ami ott volt, ez nem volt annyi ember befogadása, de minden esetre egy idő után kiérgezesedett, hogy ki a igazi, hogy mondjam, már költője Szentendrének. Hát ilyen volt például a Süket Néma Pajzs Gőbel, torony magasan kiemelkedett, akkor ilyen volt Ilosvai Varga István, aki 935-ben ide telepedett, és haláláig szinte Szentendre festő poétája lett. Vagy ilyen volt Balcsai, aki nem másolta a természetet, egyszer kifigurázta ez a Pajzs Gőbel, mert Süket Néma gurultak a nevetéstől, hogy hogy fest a Zóbel, csípőből masszírozza a képet, a Balcsai Mélicské, néz, legyint egyet, hátrafordul, csimbum, kaszakő, és azt csinálja a lényeget. Na most az ő lényeglátó festészete nagyon kvadrált az én ízlésemmel, meg hát mint példa, mert én jó szimattal a főiskolán, mert az 50-es évek, az madarat lehet avval ijeszteni, amikor így ilyen úgynevezett kultúrpolitikai elvárásoknak olyanokat csináltak, hogy kiadtak fotókat. Fotó után festett némelyik. Szentendén senki, csak egy, de az el is pucolt 56-ba innen. A 20. század izmusai között Cézántól eredeztetik legtöbben magukat, aki elkezdte kubizálni, építeni a képet. Tehát már nem ez az impressionisztikus festésmód, hanem építette. Na ebből lett a kubizmus. Ott van például az a kép, a kubista formák. Tehát, hogy magyarul szó szerint nem akar az mondani semmit, de az emberbe valami olyan érzelmeket kelt, mert sokan eltévesztik, hogy a művészet, ez nem csak a festő intelligencia, az már nem egy okoskodás eredménye, hanem az ember belső érzelmi világának a tükörképe. Tehát a művész soha nem másolta. Na most visszatérve Szentendrére, a szentendrei motivok inspirálták őket. Tehát úgy is hívták őstémákat, de mindahogy átfogalmaztak, ki a képessége szerint, úgy lett az övé. Mert azt ne felejtsük el, a konstruktív izmust, én nem az izmus, a szellemét szeretem, mert az egy építő szellem.
És ez indokollátta vált a 20. században, mert az építészet megugrott, és egy anakronizmus az, hogy a, hogy is hívják, a festészet, meg még mindig évszázadokkal posztimpressionista, meg nem tudom, nálunk virágzik. Na ezért volt az, hogy áramlottak a fiatalok Párizsba az újjér, na de hogy ki hogy tudja maga övőjébe ezt beépíteni, ezeket a benyomásaikat, és egyáltalán ez már az emberen múlik. Na most a másik, hogy a művészet az szerintem fontos. Fontos, de nem úgy, hogy mondjam, lehet művészet nélkül élni, de nem érdemes. A művészet olyan, mint a vitamin. Ha hiányzik a szervezetből, kimutatja. Kimutatja. Tehát itt tulajdonképpen valami, de ez vonatkozik a többire, zene, iroda és a többire, mindegyikre, hogy ezen épül az embernek a lelke, és ami nem hat a lelkedig, hát az már lehet egy szenzációhajász, lehet egy ilyen-olyan-amolyan dolog, de én amellett vagyok, hogy a legelvontabb kép is valamit szugeráljon. Itt van például ez a könyv, amit ha végig lapoz, ott látni, hogy én nem egy stílusba gyártottam le sorozatba, mert a mesterem is arra tanított, ha nincs problémád, ne fess, akkor rajzolj. De mindig járjon a vizuális képzeleted az elem, és egyszer csak mit festesz? Amiről már úgy érzed, hogy nem lehet nem megfesteni. Mert annyira feszít, na ez a jó. Pest megyei város község címerét én tímettem, ez a úgynevezett rendszerváltás után, mikor lecserélték ezeket a vörös csillagos címereket, akkor, mert Szentendén is egy rövid ideig volt egy olyan, hogy hát a városháza tetején ott a vörös csillag, meg minden, nem sokáig, hála Isten. Kikutattam a középkori egész odáig a levéltárba, és fazon igazítottam, és sikerült, mert az akkori tanácselnök kitette népszavazásra, mert ez még az átkos végén volt, hogy melyiket. És emlékszem, augusztus 20-án jöttek ki a templomból, hát persze, hogy erre a húsvéti bárányra. Ma idétlenkednek ezekkel a mindenféle címerekkel. Hát kevés ilyen, mert azt is kikutattam, középkori város, például hát köztudott Debrecennél is, a húsvéti bárány, az Agnus Dei, akkor Bánfiúnyadnak és fönt Rencsénnek, amit én találtam így a történelmi Magyarországon, tehát ez nem akárkinek van. Budapest megúszta olyan értelemben, hogy kihagyta a vörös csillagot a közepéből, és maradt neki ez a ketté osztott. Na, visszatérve erre, érdekes jelenetek voltak, mikor például, ugye először a képzőszeti lektorátus a szakértőkkel jóvá kellett hagyatni. Oda meghívták a levéltárnak a szakemberét, aki például az öreg Bertényi, nem a fiú, a Bertényi professzor, és emlékszem egyszer, egy idő után 8 grafikust emelt ki közte engem is, mert itt nagyon szigorú törvények vannak. Tehát itt nem az, hogy egy flik-flakos grafikát csinálni, egy tetszetőst, hanem
a pajzsforma, a felhasznált színek. Ez mind-mind kőkeményen ezt be kell tartani, és azt kell mondjam, hogy zömében megvolt. Annyi érdekes embert ismert meg az ember a munka kapcsán, hogy ezzel is épült. És ez körülbelül egy 10 évig tartott, míg én ezt legyártottam, és azóta én gyakorlatilag nem tudok grafikálni egyrészt a szememmel miatt, másodszor, meg most már a grafika egy 180 fokos fordulatot vett ez a internetes grafika, ebben már én nem tudok részt venni, mert én a manuális részével voltam otthon, és máig vallom, hogy aki lehet az építész, vagy akárki, nem tud rajzolni, nem végzett természettanulmányokat, nem tudja, mi az, hogy forma, nem tudja, mi az, hogy arány, a legfontosabb minden művészetben az arány, akkor az a későbbiekben se. Ezt úgy meglátni például, aki olyan grafikus, aki tanult, hogy hogy csinál az meg például egy katalógust, hogy tördeli színbe minden, mert az Lobkowicz sok van, hogy innen-onnan összefényképez, hogy nehogy plágium legyen és a céget megbüntessék, de az igazi az, aki kitalál. Melyik az a díj, ami a legtöbbet jelent Laci bácsinak? Hát nézze, nekem, én nem tudok így különbséget tenni, hát mondjuk a legrangosabb talán ez, hogy élete végén az ember ezt megkapja, de ez ilyen öregnek kell úgy látszik lenni, mert akárkinek ezt nem adják. És főleg az, hogy mondjuk ilyen következő, ha elejétől végignézi ezt a 60 nem tudom hány évet, amit én a pályán töltöttem, hát gyakorlatilag, mikor az ember a tanuló évek után megtalálja a saját hangját, úgy mondják ezt művészen, hogy megtalálta a saját hangját, tehát nem egyik vagy másik mestert utánozza, tehát azért hangsúlyoztam én is ki ennek a könyvnek a alcímébe, hogy Szentendre formák szelleme, amit itt magámba szívtam, ezektől az általam említett mesterektől, mert valamikor mi néhányad magammal, de én Pál Kocsis Imre, meg mit tudom én kikkel, kezdtük ezt a szita műhelyt. Az inspiráló volt a Vazarelli kiállítás 69-ben, Műcsarnokban, hát azt tátott szájjal nézte mindenki, mert tudnilik, a szita nyomás, ez egy 100 éves valami, ezt használja a textilipar, meg mit tudom én mi, de a franciáknál szobrász, festő mindenki, ugyanúgy, ahogy szövetnek, óbuszomba, árp is, meg a másik is. Na a lényeg, amit akarok mondani, hogy ez nagyon jó dolog volt, mert összehozta a társaságot, sőt, az idősebbeket is rávettük, mert mondom, most például ez a Vándor kiállítás, ami jelenleg Prágában van, végigjárt az összes magyar városokat körbe, Pozsony, szóval Felvidéken is, Erdélyben is, hogy ez könnyű szállítani egy mappába, kiteszik, mert képekkel ez az egész vámolási, hát ezt is kell vámolni minden, de az igazság az, hogy
ez egy mobilizálható valami, ez a szitanyomás, és azért csinálom én ezeket a kollázsokat, mert eznek képi ereje is van. Például, hogy mondjam, és ha úgy jön ki a lépés, ahogy itt korábban mondtam, hogy mit fest az ember, azt festi, amiről már úgy érzi, hogy nem lehet nem megfesteni. Akkor már az egész benseje akcióba lép, és valahogy, szóval nem csodavárás ez, evés közben jön meg az étvágy. Tehát azért kell állandóan azzal foglalkozni, ebbe a világba élni, olyan emberekkel beszélgetni, művészetről, tehát nem, hogy is hívják, az hozzá tartozik ehhez az életformához. Balogh László január 12-én tölti be a 90. életévét. Ebből az alkalomból január 8-án nyílik kiállítás eddigi munkáiból a Manga Galériában, ahol a festőművésszel személyesen is találkozhatnak.